Kovács Béla letartóztatása és elhurcolása jelképesen is megjeleníti mindazt, amit a kommunista diktatúra hazánkban és szerte a nagyvilágban tömegesen elkövetett. Mutatja egy állam önállóságának teljes semmibevételét, az emberi méltóság figyelmen kívül hagyását, a munkatáborok és az embertelen kínzások világát, fogalmazott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ünnepi beszédében. Akik szembe mertek nézni az igazsággal, azok hosszú börtönévek fenyegetésével szembesültek, akik nem álltak be a sorba, azokat halálra szánták. A kulákoknak nevezett nép ellenségeit, az arisztokrácia értékteremtőit, a másként gondolkodókat listázták, lábbal tiportak jogot és erkölcsöt. Máig sem sikerült kihevernünk azt a traumát, amit ennek a néhány évtizednek a terrorja és a 60-as évektől kezdődő látszatbéke lassú agymosása okozott. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kommunizmus gyilkos ideológiája hozzávetőlegesen 100 millió ember életébe került határokon innen és túl, és ez a szám nem végleges, illetve sohasem lesz az. Vinnai Győző országgyűlési képviselő elmondta, kötelességünk a kommunizmus áldozatainak nevében beszélnünk. Kinyitnunk a szánkat, és elmondani mindig mindenkinek, a kommunizmus egy álságos, hazug, kegyetlen és embertelen ideológia volt. Éppen ezért el kell mondanunk róla minden egyes alkalommal, ugyanúgy, mint a nácizmusról, hogy a kommunizmus soha többé nem lehet több, mint történelem. Kovács Ferenc polgármester a tények és statisztikai adatok mögötti emberi sorsok megismerését hangsúlyozta beszédében. Az önkormányzatunk minden évben 2011 óta egy pályázatot is hirdett a középiskolai diákoknak, hogy a szülőkkel, nagyszülőkkel, esetleg dédszülőkkel is beszélgetve éljék újra át és írják meg a történeteiket. Ezt a jövőben is támogatni fogjuk. A megemlékezésen a jelenlévők koszorúkat helyeztek el az áldozatok emlékművénél. Az eseményen közreműködött Pregicer Fruzsina színművész is, aki Tóth Bálint Magyar Litánia című versét szavalta el. Mi nem kezdhetjük újra.